Üdvözlöm a nézőket! A Szubjektív mai vendége Mészáros Gábor, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze. Szervusz! Szervusz! Hány évesen találkoztál először a színházzal? Emlékszel-e arra, hogy mi volt az első előadás, amit láttál? Amit láttam, van egy nagyon korai emlékem, még azt hiszem óvodás voltam, amikor anyukám még levittek egyszer a Adán, mivel adai vagyok, a játszótérre, és a Tanya Színház adott elő valami olyan darabot, amiben valami kopaszok szaladgáltak, de össze-vissza kiabáltak és szaladgáltak, de mi nagyon élveztük a bátyámmal. És aztán később kiderült, mikor már elkezdtem így az iskolába járni, meg a Tanya Színházba, hogy valószínűleg, hogy az Állatfarmot láthattam. És úgy tudom, ha jól emlékszem, akkor a Magyar Öcsire emlékszem pontosan, meg a Citronyra. És akkor tényleg mind a ketten kopaszok voltak, úgyhogy az emlékeim nem csalnak. És mikor döntötted el, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Ez már egy bonyolultabb kérdés, ugyanis ez még egy olyan régi történet, ami kicsit mélyebb beleásást kíván a dolgokba, ugyanis mikor még óvodás volt, édesanyám még beírattak a Vadvirág hagyományápoló körbe, ahol táncoltam. Később jártam bőgőzni, és hát aktív tagja voltam a társaságnak is, jártam bőgőzni, és később brácsázni is. És mivel volt egy milyen amatőr színjátszó csoport, volt egy tanárnő, Várkonyi Zsuzsanna, aki foglalkozott velünk, így fölkért, hogy néha egy-két verset tanuljak meg, vagy március 15-ére csináltunk műsorokat, stb. És akkor így a szavalással elkezdődött valahol ez az egésznek a csírája. És azt hiszem, hogy egyik évadzáró műsorunkon csináltunk egy egri csillagokat, ahol én voltam a Dobó Tihamér. És ez csak ilyen képek maradtak meg bennem, ilyen csata jelenet, meg ilyen nagy hűhúk. És akkor így a szavalás révén eljutottam így középiskolás koromban a KSZV-re, meg a KMV-re, és hát először a KMV-re, így a versmondó részére. És ott Vukoszlávia Viván, akkor már az Entai Zentára költözött, és elkezdett foglalkozni az amatőr csapattal. És egyik évben, nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy másodévben, így azt mondta, hogy ő nyáron kezdene valami kis előadásocskát, és hogy szüksége lenne rám. Szóval nem is állított választás elé, hanem azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha én játszanék, de majd még halljuk egymást. És én erre meg is feledkeztem, és a nyár végén tényleg azt mondta, na holnap kezdjük a próbákat, gyere. És azt sem tudtam, hogy ez micsoda, meg hogy mi fán terem, de jó, elmentem. És nagyon jót dolgoztunk, akkor úgy tényleg fogalmam se volt az egész, csak egy laza, kedves időtöltésnek tűnt, ami végül egy előadás lett, és akkor így játszottuk többször. És valahogy éreztem én, hogy ez úgy nagyon akar engem ez a dolog. És mondtam is az Ivánnak, hogy ne haragudjon, én nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert úgy nagyon veszélyes pályára, vagy vizekre elvesztem ezáltal, és én tényleg így a tánccal szeretnék foglalkozni, meg a zenével, meg így ebben látom inkább magam. És úgy mondta az Iván, hogy hát jó, de van itt még egy készülő darab, ahol csak zenéni kéne, és akkor hozhatom a hangszeremet, és zenéhetek. Hát jó, mondtam, hogy úgy belemegyek. És akkor végül egy Dürrenmatt darabról volt szó, és végül kiderült, így ahogy elkezdtük a próbákat, hogy hát van egy fuvolásunk, aki jó, és nem is kell mellé másik zenész, így hát jó lenne egy 2-3 jelenetbe részt venni. És akkor mondtam, hogy hát ha már itt vagyok, akkor persze. És abból a 3 jelenetből lett 8, és végül az egész előadás úgy nézett ki, hogy mindenki végig fönt volt a színpadon, úgyhogy ez már megint rossz, vagy hát nem, hanem jól alakult tulajdonképpen. És utána volt az Új lakó, amire már konkrétan én is azt mondtam, hogy igen, főszerep, Ionescu szintén az Iván rendezte, és az valahogy úgy tényleg már belevitt ebbe az egész körforgásba. Akkor a KSZV-n a darabbal is nyertünk díjat, plusz még azt hiszem, hogy én lettem a legjobb főszereplő abban az évben, és pont amikor fejeztem a középiskolát, ez pont akkor volt, és hát valahogy úgy alakult, hogy egyértelmű lett, hogy én akkor az akadémiát fogom választani.
tulajdonképpen már a középiskolában is mindenki tudta, hogy én, mert elektrotechnikai középiskolába jártam, és ott mindenki tudta, hogy nem ezzel fogok foglalkozni. Volt is egy olyan eset, hogy így megfogott a tanár, hogy puskázok, és úgy mondta, hogy jó van, Gábor, tedd el, tudom, hogy úgyse ezzel fogsz foglalkozni, de na. Szóval teljesen így alakult az életem, hogy egyértelmű lett, hogy... És tulajdonképpen úgy is kezdtem az akadémiát, hogy nem volt csak ez a rövid tapasztalatom az egész színházat illetően. Nem ismertem színházi embereket se így Vajdaságon belül sem, nem pedig még így Magyarországra vagy az egész világra nézve. És úgy szinte semmi közöm nem volt hozzá, és így a nulláról kezdtem az egészet tulajdonképpen. És akkor fölvételt nyertem László Sándor osztályába 2005-ben. És azóta már a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház tagja, vagy az úgynevezett klasszikus színház helyett inkább az alternatív vonalat képviseli ez a társulat. Mi volt számodra a legvonzóbb? Amikor megalakult a Kosztolányi Dezső Színháznak a mai formája, tehát úgy, hogy az András lett az igazgató, és hogy négyen voltak színészek, volt akkor egy ötödik munkahely, de az még nem volt betöltve. És valahol az osztályban már úgy harmadéven mindenki remélte egy kicsit, hogy úgy persze elhelyezkedünk, stb. Minden rendben lesz, ahogy az előző generációkkal is volt. És 2008 tavaszán, ugye nekem is dédelgetett vágyam volt, azt hiszem, hogy a három színház közül talán ez volt az, amire legjobban vágytam. És 2008 tavaszán, amikor az András kezdte a Turbó Paradízó című előadást, akkor megkeresett engem és a Kokrehel Júliát, hogy szeretné, hogyha játszanánk benne. Hát persze pont a édesanyám szegénykémnek a születésnapján történt az egész, és annyira örültem, hogy szegénykémet elfelejtettem fölköszönteni a nagy eufóriába. Persze ő ezt megértette, hiszen állásajánlatot kapott a kisfia. És akkor így elkezdtük a Turbó Paradízót csinálni, és az András utána már szerződést is ajánlott, és akkor így elkezdődött a pályafutásom a Kosztolányi Színházban, ahol azóta is tart. Nagyon provokatív előadásokról van szó, ugye? És mondjuk amikor a szülődet elhívod, hogy megnézze az előadást, akkor hogyan reagált? Mondjuk első alkalommal anyukád, amikor látta a Turbó Paradízót? Érdekes kérdés, ugyanis... Azt hiszem, ez már az elején el kellett döntenem magamban, hogy ezeket az előadásokat a szüleimnek megmutatom-e, vagy nem. És nagyjából úgy is alakultak a dolgok, hogy ezekre az előadásokra nem hívtam el édesanyámat, nem azért, mert nem szerettem volna, hogy itt legyen, hanem vannak mégis olyan dolgok, amiket egy édesanya nem szívesen lát. Most persze nincs semmi félelmet és a dologba, csak tényleg úgy, klasszikus értelemben vett színházat is keveset nézett édesanyám, hát akkor még egy ilyet hogy tudna befogadni. Valaha éreztél egy kiszolgáltatottságot a színpadon? Ez a kiszolgáltatottság dolog, ez így fokozatosan az évekkel párhuzamosan így nem tűnik el, de átalakul, hiszen amikor kikerülsz az akadémiáról, akkor vagy a legkiszolgáltatottabb, mert akkor ez a pálya elkezd fölemészteni, belecsöppensz úgy a mély vízbe, és úgy próbálsz te levegőt kapni, de úgy visz magával az egész massza, meg úgy darál le, és úgy akkor vagy a legkiszolgáltatottabb, mert hiszen még a tapasztalatnak halvány jele sincs. És akkor az szokott ilyenkor történni, hogy küzd a színész magáért, meg így az egész ügynek az érdekében. És hát ez idővel átalakul egy ilyen biztonságérzés fél évé, amit ki tud használni a színész, és ez a kiszolgáltatottság adja majd később a biztonságot, amiben ő bele tudja helyezni magát a szituációba, a jelenbe, az adott pillanatba, és ezzel tud élni és kommunikálni így a nézőkkel ilyen-olyan módon. És szövegtanulási praktikád van, ugye? Nagyon sok előadásban improvizáltok, de gondolom azért előfordul az is, hogy nagyon hosszú szövegeket kell megtanulni. Van-e valami bevált módszered? Igen, hát tulajdonképpen minden színésznek szerintem van egy saját módszer, ami csak rá jellemző, és tényleg vannak olyanok, akik
hát így elolvassák a szöveget, de nem is az sajátjukat, hanem az egész szövegkönyvet is rögtön tudják fejből háromszori olvasás után, hiszen az agy erre van ráállva, és így magától egyszer csak belemászik. Ez egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog. Mondjuk az én technikám az, általában úgy szoktam szöveget tanulni, hogy olvasom első nap, az első fázis, a tanulás első fázisa, olvasgatom a szöveget, ismerkedek vele, megpróbálom a saját szavaimmal elmondani magamnak, de azért elolvasom a teljes formájába egy 4-szer, 5-szer, és akkor félreteszem. És tulajdonképpen 3 vagy 4 óra elteltével előveszem még egyszer, akkor már nagyjából úgy 1-2 sort tudok minden részből, vagy tudom a gondolatokat egészé formálni, és másnap már úgy ülök le, hogy bizonyos nagyobb részeket megjegyeztem már egymás után, és a harmadik nap már automatikusan jön. Akkor idéz a Lilium című előadásból. Van egy olyan, hogy amikor az elején a muskát nébejön, ugye is mondom neki, hogy mit akar ezzel, erre a véznára mászik rá, amiért én átfogtam a derekát, hát gyere lányom a hintára, amikor csak akarsz. Épp azért is gyere oda, és ülj fel a legszebb szarvasra is. Ha nincs pénzed, majd a Lilium fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mell nyújni, majd megmutatom, mi az, amit hogy mondunk. És akkor pont. Köszönöm. És van-e álomszerep? Tehát van egy olyan szerep, amit nagyon szeretnél eljátszani, vagy ami mondjuk az eddigi munkásságod alatt a kedvenced volt, és ugyanígy van egy rémálom szerep? Valahogy az én dolgaim úgy alakultak, hogy mindig jelen volt ez, hogy ezt szeretnénk játszani, vagy azt szeretnénk játszani, vagy tényleg úgy a színészekkel, ahogy beszélget az ember a kollégákkal máshonnan, tényleg úgy mindenkinek van valami, ami tényleg úgy nagy feladatnak tartja, és úgy szívesen állna elébe. Nekem valahogy úgy alakult, hogy soha nem volt olyan, hogy most nem tudom, szeretném eljátszani a harmadik Richardot, vagy nem volt soha konkrét dolog, hanem mindig törekedtem arra, hogy az adott pillanatnyi feladatnak álljak elébe is, és teljesen át tudjam adni magam neki, és azzal kezdjek a tehetségemhez mérten a legtöbbet hozzam ki magamból is, a legjobb dolgokat. Tehát nem volt soha olyan, hogy vágynék valamire, vagy fontosnak tartom azt, hogy az ember a színházba, a jelenbe legyen benne, azt tudja tovább álmodni, ami az adott pillanatban történik, ami a rendezőnek a kívánsága, azzal tudjon tovább gondolni a színész, hiszen mindig ott van ez a kiszolgáltatottság, ugye, amiről beszéltünk, hogy ki vagy szolgáltatva a rendezőnek, és ő ad a kezedbe egy dolgot, amit neked kell föléleszteni, föleleveníteni és formálni a rendező elképzeléséhez. Tehát tényleg fontos az, hogy az ember a pillanatban legyen jelen abban, amikor 7:30-kor fölgördül a függöny, és tessék, akkor van ez a játék is. És mi volt a legkülönlegesebb helyszín, ahol játszottál eddig? A legkülönlegesebb helyszín az, most voltunk ugye nemrég Milánóban, azt érdekes volt találkozni az ottani közönséggel, hogy ők hogy néznek színházat. Így hirtelen megijedtünk egy kicsit, mert így a közönségnek a 60-70%-ának 60-70%-a nyugdíjas volt. És úgy, na most akkor hogy fognak erre reagálni, hiszen a Bajan Jablanovicnak a Manipulációk című előadását vittük, ami nem épp egy hétköznapi darab. És meglepő módon az első pillanattól kezdve az utolsóig lekötöttük a figyelmüket, jöttek az előadással érezhetően, kommunikáltak az előadással, egy kicsit interaktív is az előadás, és úgy benne voltak minden játékban, teljesen nyitottak voltak, nem volt meg az elvárt prüdéria, ami mondjuk itt Szabadkán megvan a nézőkkel egy ilyen darab kapcsán, vagy hanem egy nyitott közönség volt annak ellenére, hogy ekkora létszámban voltak nyugdíjasok vagy idősebb személyek. És
A kedvenc terem pedig, ezt nagyon sokszor elmondtam már így a többieknek is, a társulatból is, az Andrásnak is, hogy a kedvenc terem itt Szerbiában a Bitev színház, hiszen az egy templom, ami át lett alakítva így színházi térre, és tényleg valahogy annak a térnek van egy olyan melegsége, egy nagyon jó akusztikájú térről van szó, és tényleg ott úgy érzi az ember, hogy direkt valami sűrűbb levegőben játszik, ami színháziasabb, mint bárhol máshol. Habár szerintem ez csak az én gondolatom, úgyhogy lehet, hogy nincs ez így. De ezért szeretem a Bitev színháznak a templom. Vallásos ember vagy egyébként, ha már itt a templomnál tartunk? Valamilyen szinten igen. Nem hiszek a materializált vallásban, de valahol Isten hívő vagyok, igen. Nem hiszem, hogy kapcsolatban áll, viszont hiszek abban, hogy valami szakralitás lehet a térben, mert sokat játszottam már a szegedi zsinagógában, és ahol szintén ilyen egy színházzá lett átalakítva a régi zsinagóga is, és annak a térnek is van valami smékje, ami úgy teljesen más, hogy kíván másféle játékformát, másféle koncepciót nyújt egy előadás számára, és így teljesen másként történhetnek meg a dolgok. És kik azok a személyek, akiknek adsz a véleményére egy előadás, egy szerep esetében? Mindenképpen félre kell tenni az embernek, úgy gondolom, mivel hogy csapatmunkáról van szó állandóan, mindenki félre kell tenni az embernek a művészi egóját, mert ez úgy minden művészben benne van valamilyen szinten is. És a fontos a rendező véleménye. Viszont vakon se szabad belemenni a dolgokba, hiszen azért mégiscsak tudni kell, hogy hányadán állnak a dolgok, vagy hogy miért csinálsz éppen valamit, vagy. De mindenképpen a rendezőnek hinni kell, és hallgatni kell a szavára, hiszen mégiscsak ő rendezi a dolgokat. Másrészt pedig, akinek a szavára, az pedig az Urbán András, az igazgatónk, hiszen őt tartom talán itt környékünkön a legjobb színházi szakembernek. Ami a dolgokat olyan értelemben gondolom, hogy mivel ő csinálja is, így hát abból a szempontból vannak persze kritikusok, akik már lehet, hogy több dolgot láttak, vagy mit tudom én, de azért az Andrásnak a színházi meglátásai azok igencsak helyén valók, úgy gondolom. És a köztudatban jelen van egy olyan sztereotípia, így mint a művészekről, úgy általában, mint a színészekről, hogy délig alszanak, utána bejönnek, itt ugrálnak a színpadon, egész éjszaka züllenek. Erről mi a véleményed? Így van ez. Igazából ez egy olyan dolog, már az akadémián is azt tanították velünk, hogy a színészet az egy 24 órás szakma. Már hogyha lehet szakmának nevezni, mondjuk inkább hivatásnak, vagy valami eltökéltségnek, vagy nem tudom minek. És valójában tényleg erről van szó, hiszen a színész munkaideje általában úgy van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig, ha nincs előadás, és a készülő produkciót csináljuk éppen, akkor így néz ki egy színész munkaideje. Ha pedig van este előadás, akkor mit tudom én, 10-től 2-ig vagy 3-ig tart az a másik előadásnak a próba, és utána 5-től van egy rövid lejáró próbája az adott napi előadásnak, és akkor utána neki megyünk 7-8-tól. Most ez, hogy egy színész, persze mindenképpen egy szabadabb emberről van szó, a művészek általában valahol mindenki ezért szeretne művész lenni, mert hogy megvan az embernek a szabadsága, vagy valami, de tényleg úgy van, hogy reggel, amikor fölkelsz, ha van előadásod, ha nincs, akkor is az adott szerep rögtön eszedbe jut, mert rögtön eszedbe jutnak azok a problémák, amit még meg kell oldani egy készülő előadásban, vagy ha éppen játszol este egy előadást, akkor rögtön ott van veled az első
korty kávénál már az az első gondolatod, hogy jó, akkor este ez az előadáson is. Valahogy az egész napodat úgy alakítod, vagy úgy alakul magától az egész napod, hogy ennek szenteled magad. Szóval nincs az most meg, hogy én jaj, nem tudom, elmegyek, nem tudom, fát vágok az erdőbe 10-től 2-ig, és utána vagy valami komoly fizikai dolgot csinál az ember, hiszen már az agya nem tudott lenni 100%-osan, nem tudsz valami teljesen más csinálni aznap, mint hogy az esti előadásra valahol készülsz. És mivel foglalkozol szívesen a színházon kívül? Hát a színházon kívül, ugye említettem, hogy zenéltem régebben, most is zenégetek úgy hobbi szinten saját magamnak, azt úgy nagyon, nagyon, bocsánat, jónak tartom, hogy legyen valami ez a dolog mellett, amiben megtalálja még az ember a saját gondolatait, hiszen azért nem árt néha pihenni, kicsit elvonulni ezektől a dolgoktól, és úgy gondolom, hogy mondjuk nekem így a zene a másik dolog. És persze hát az otthon és a családom. Ja, és hamarosan apai örömök elé nézel. Erre a szerepre hogyan készülsz, és milyen apa szeretnél lenni? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog most az életemben, és nagyon aktívan jelen van. Valahol úgy gondolom, hogy ez az áldás egy olyan változást hoz az ember életébe, amire nem tud eléggé fölkészülni, hiszen ott abban a pillanatban fog kiderülni az első pillanattól kezdve, hogy tudja az ember lereagálni az adott dolgokat, problémákat, vagy örömöket, vagy mit tudom én. Úgyhogy igazából próbálom arra biztatni magam, hogy állok elébe és nyitottan várom a kislányunkat. És milyen apa szeretnél lenni? Még van-e valami konkrét elképzelésed, hogy szigorú leszek, engedékeny? Nem tudom így konkrét, nem tudnám így konkrétan megmondani, hiszen minden ember valahol hordozza magában a szüleinek a hozzáállását a neveléshez, még akarva, akaratlanul is azok szerintem beleívódtak az ember genetikájába, sőt, talán még az ősök is, ha tovább megyünk. Mindenképpen szeretnék mindent megismertetni a gyermekemmel, amit az én tudásom megenged, és szeretném úgy kedvesen és örömteljen fölnevelni a gyermekeimet. Köszönöm szépen! Nézőknek köszönöm a figyelmet, amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, látogassanak el a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházba, és ismerjék meg Mészáros Gábort a színpadon is. Viszontlátásra!